Üdvözlök mindenkit élőben a Costa Blancáról, Spanyolország egyik legszebb partvidékről. Én csak így írtam a címbe, hogy a legszebb partvidékéről, de hát lehetek ennél egy kicsit elnézőbb, és mondhatom azt, hogy ez a mögöttem lévő rész az egyik legszebb partvidék. Szerintem az. Ha megnézitek, egyébként most szinte semmi felhő nincs, és gyönyörűen uszikál az árványot hagyott gumimatracom is a medencében. Na most főzés lesz, de azért kezdünk idekint, hogy szokás szerint, amíg megvárjuk, hogy összegyűjjenek a nézők, addig mutatok valamit. A szemüvegemet. Nem. Tudom, hogy most délben nem sok nézőt remélhetek, de nézzétek csak, most szereltem fel a napvitorlát. Majd beállok ide alá a kocsival. Így egész nagy felületen árnyékot biztosít, és akkor így nem éri annyi nap a szélvédőt, illetve hát a műanyagokat. Elég hosszú a kocsi, úgyhogy egy ilyen 6 méteres napvitorlát kellett felszerelnem. És látjátok, ezt a két póznát én heggeztettem és szereltem oda. Ott van az egyik, és ott van a másik. Ezek nem részei, ezeket én raktam fel, nem részei a lakásnak. Persze nem most, mit tudom én, már vagy 2-3 éve. De a lényeg az, hogy ezt minden évben nyáron felteszem. Valaki ezt írja, hogy az a medence. A medencét mutassam újra? Tehát ugye ez a nappalinak a terasza, és hát alul pedig a medence, és a napernyő, és természetesen szembe a hegy. Jaj! Most, ahogy átjöttem ott ezen a szakaszon, lefejeltem a sapkámat. Na kezdődjék a főzés, mert ez ugye a főműsorszám, nem az, hogy milyen az idő, de azért még egyszer. Látjátok, a szomszédok ott vannak. Lehet, hogy zene is lesz. Úgyhogy be kell jönnöm, nehogy valami háttérzene miatt letiltsák a szuper Facebook műsort. Na, tehát a mai főzés. Jó, nem is dél van, de jóisten, 14:55 van. Most már láthatjátok a szememet is. A napszemüveg csak kintre kellett. És kezdjük akkor. Elmondom, hogy mi lesz. Az új fazekat fogom használni. Ugye ez, miután meguntam, hogy abban a másikban minden leég, úgyhogy ebből vettem kettőt. Ez egy ilyen furcsa kerámia anyagból van, látjátok, kívül belül ugyanaz az anyag, de ez egy ilyen tapadásmentes, mit tudom én, milyen bevonat. Kis vizet engedünk bele. Tehát klasszikust fogok csinálni, a régi mániám, hogy most már végre én is csinálhassak magamnak egy rántottús petrezselymes krumplival. Teljesen átlagos magyaros kaja, igaz? Beszereztem hozzá az összes szükséges hozzávalót. És szerintem ez most olyan gyorsan megesz, hogy azt is megnézhetitek kivételesen most, ahogy megeszem. Mert ez általában nem szokott sikerülni. Ja, de persze, ehhez várjatok. Már oda készítettem egy serpenyőt, és akkor azt hiszem, hogy ebbe... Ezt most akkor elindítom, mert addig, amíg a krumplit megpucolom, ez melegedhet, nem? Tehát én nem is tudom, hogy... annyira olyat kell beletenni, ugye, hogy ellepje a húst. Most így mondom, hogy ugye, mert hát én nem túl gyakran csinálok mondhatni sose rántott húst, körülbelül ennyi. És nem a legmelegebbre vesszük fel, hanem mit tudom én... 7-es, hogy ne égjen meg a hús. Rántott húsból már ezt az előre elkészített verziót vettem. Ugye elsőnek kis lépésekkel a cél felé. Tehát először még nem akarok se kloffolni, se panírozni, se semmi, csak egyenlőre megsütöm a húst, meg a krumplit. Ha az sikerül, akkor már jók vagyunk. Mint látjátok, ez a nagy címke azt jelenti, hogy ez le van árazva. Csak mondom az árát is, hogy 5,12 kilónként, 2,34 ez a 4 szelet hús. Hogyha valakit érdekelnek az árak, ez amúgy fél kiló. Na, tehát melegszik, és akkor most jött a krumplipocanás, és akkor krumplipocanás közben tudok kommentekre is odafigyelni. Mi minden történt mostanában?
Szóval, miután visszavittem a sárga autót, a sárga Mercit, és ugye visszaadták az enyémet, közölték, hogy nem is 1800 euró javítás, hanem most már 3000-nél tartunk, ami annyira felborított, hogy természetesen elmentem és részletesen megnéztem, hogy mi ez. Na most csak, hogy tudjatok róla, ez az olajfolyást egy tömítő gyűrű hibája okozza, ami az olajhűtőnél van, feltételezik. Tehát ez csak feltételezés, ez még nem biztos. És ennek a tömítő gyűrűnek az ára, én azt hiszem 8 euró, és kettő kell belőle, tehát 16 euróról beszélünk. A maradék, tehát a 16 eurón felül, ami a 3000 euróból van, az munkadíj, meg gyakorlatilag mindennek a kicserélése, amihez hozzáérnek. Magának az olajhűtőnek is például. Tehát ugye azt próbálják nekem bemesélni, hogy az olajhűtőt azt már nem lehet visszatenni, mert akkor mi baj lesz belőle, a léptetőmotort már nem lehet visszatenni, mert akkor már mi baj lesz belőle. Olyat rám akartak még verni, tehát ugye eredetileg csak 2000 euró lett volna a javítás, és úgy ment fel 2890 valamennyire, hogy ki akarták cserélni még a kipufogó csonkot is. Na most, aki nem tudja, hogy mi az Isten az a kipufogó csonk, képzeljétek el, én tudom, én eddig is tudtam, és annyira megdöbbentem az egész hírnek a hallatán. A kipufogó csonk az egy ilyen bar, mint a karomnál is vastagabb öntvény. Nem is, az egy öntvény. Ugye a motor oldalából, ahol a kipufogó gáz jön neki, mivel nekem V6-os motor van, tehát ugye az így áll, két oldalt van kettő, nekem kettő van, a négy hengeresen csak kettő, és ez megy a turbóhoz. És ugye a turbót meghajtva, stb. Most nem részletezem tovább. És egyszerűen kérdezem, ezt mi az Istenért kell kicserélni, mikor ez egy darab vas 800 euróért? De ugyanígy kérdezhettem volna bármi mást is. Jaj, lejtettem a krumplit. Márti Ásin, kit érdekel ez, hogy főzőlés leszel? Uncsi, érdekesebb témákat közvetíts. Kedves Márti Ásin, menjél, nézzél érdekesebb témákat a TV2-n. Jó? Szia! Na, tehát akkor folytatom a többieknek, akiket nem mutat. Úgyis csak azok vannak itt, akiket nem mutat. Akit mutat, az már rég elment. A Márti Ásinok is elmenhetnek a TV2-re. Vagy az M1-re. Hát hol van beszéde érdekesebb? Bár hülyeséget politikai hovatartozástól mentesen is lehet végrehajtani. Na mindegy, hagyjuk ezt. Tehát elképesztő nonsens árajánlatot adtak. Egy öntvényt minek kicserélni? Nem részletezem, azt mondta, a csavar beletörhet. Mondom, akkor beletörik a csavar, akkor fúrja bele menetet. Ők nem fúrnak bele menetet, elviszik egy külső székhez, az fúr bele menetet. Mondom, ember, miféle márkaszervizről beszélünk itt? Én itthon a lakásomban fúrok egy menetet? Egy darab csőbe? Hülyék. Azt mondja, ők nem tehetik meg, mert ugye ez a Mercedes márka szerviz. Istenem! Agyatlan hülyék gyülekezetem, vagy csak le akartak húzni. Na mindegy, mondom, hogy ezt felejtsék el. Azt mondta, hogy az olaj Carter, hát most ez... Főleg női nézőknek ez lehet, hogy nem hangzik jól, de ugye a motorban olaj van, és a motor alján van egy olajteknő, abban van az olaj. Onnan szívja fel a szivattyú, és akkor így keringeti. Na most az olajteknőnél is azt mondják, egy kicsit szivárok, tehát miután ezt az olajteknőt, ami egy darab fém, ez olyan, mint egy tárca, csak egy kicsit mélyebb. És akkor ennek a pereme mentén van egy tömítés, ami nem egy fix tömítés, hanem egy ilyen de kézkrémet oda nyomnak, azt rányomják, és az megszilárdul. Na most ez egy kicsit izé. Tehát ez a munkamenet ez abból áll, hogy kicsavarunk három csavat, leszedjük, kicsit megcsiszoljuk, rányomunk egy új pasztát, visszatesszük és becsavarjuk. Na most ebből a fém darabból, tehát ebből az olajteknőből is újat akarnak rátenni. Mondom, ember, hogyha már ebből az újból akarsz rátenni, akkor a 2800 eurós javítási számlából hiányzik az olajcsere, mert ugye akkor az olaj elvész. Azt mondja, ja igen, tényleg, akkor még 200 euró, illet 3000. Akkor mondtam majdnem, hogy a kurva anyádba menjél. Így aztán hagytam a Merci szervizt, nem fogom ott megcsináltatni a kocsit, hanem én csinálom, meg úgy döntöttem. Nem is ez a dolog pikantériája, hanem amikor visszaadták ugye a kulcsot, kifizettem a szakértői díjat, egy óra munkadíj volt, 78 euró, hogy ezt megállapítsák nekem, hogy ez ennyibe kerül, a 10 eurós tömítésgyűrű cseréje az 3000, ezért fizettem 78 eurót. Visszaadták a kocsit, elindulok, és ugye az én autómban van egy ilyen szenzor, ami a kerekeknek a nyomását méri. Egy kicsit menni kell az autóval, ugye így összehasonlítja az adatokat, és hát gyakorlatilag, ahogy az ipari parkból kihajtottam, azonnal vörösen kigyulladt, tehát így felvillant a műszerfal egésze,
hogy figyelem, nyomáscsökkenés a jobb hátsó kerékben. Úristen, mondom, ez mi lehet. És akkor, hogy haladok tovább, ugye az ipari park kijárata felé, hallom, hogy így tu-tu-tu-tu. Na mindegy, hát akkor már kikanyarodtam a főútra, ott már nem lehet visszafordulni, úgyhogy legközelebb a pár száz méter a városig elmentem, ott megálltam. Egy ekkora bazin, egy csavar volt a hátsó kerekemben, amit vadi újonnan vettem decemberben. Tehát ugye ez 400 euró volt a gumi. Nagy dühösen visszamegyek, és akkor mondom nekik, hogy hát kérem, úgy adták vissza a kocsit, hogy egy bazin, nagy csavar van benne. És akkor az ipsa, aki kiállt vele, már be voltak zárva, úgyhogy kopognom kellett egyébként. És mondom neki, hogy hát van egy bazin, egy csavar a hátsó gumiban, meg minden. Mondom, hogy én most lemegyek egy gumishoz, megjavítatom, aztán hozom a számlát, azt akarom, hogy kifizessék. És akkor elkezdett ilyeneket magyarázni, hogy hát az nem biztos, hát ő lehet, hogy hát lehet, hogy már úgy mentem be a kocsival, hogy úgy vittem be, most meg ki akarom velük cseréltetni. Mondom, mi van, ember, hogy én innen, nem tudom én hány kilométert mentem egy csavarral a hátsó gumimban, amikor olyan rendszer van, ami 5 perc után, vagy 5 perc után, 20 másodperc után azon mutatja, hogy valami nem stimmel a gumival. Úgy ott hagytam, ja, és a másik az, hogy ugye, hát fehér kocsim van, tudjátok, a kilincs az tiszta olaj volt. Tehát miközben nézték, hogy honnan folyik az olaj, összeolajozták az egész ajtót. Mondom neki, ezt is így hoztam be? Tehát, hogy a kocsit is olajosan hoztam be, a kilincset, meg mindent? Hát azt nem, mondom, tudod mi, menj a picsába, és ezt a nyomorult szar merci szolgáltatást, ezt meg tartsátok meg magatoknak. Böltem a kocsiba, és elhajtottam. Úgy, defektes gumival. Úgy feldűjtettem magam. Na, nem mentem messzire, mert ugye ezzel a kocsival nem lehet, meg kellett állnom, gumit leszerel, én. Kocsi felemel, fotók vannak róla. Be kellett tennem a pótkereket, a pótkerekhez csak egy ilyen emergency kerék van, tehát egy ilyen vészhelyzeti kerék, és egy kisebb csavarral kell betekelni. Tehát azért volt egy kis komplexitás benne, de mindegy, lecseréltem a gumit, és akkor ha bár a Merci már bezárt, de a kedvenc gumisom, ahol egyébként fel is szereltettem a gumit, ott ők még nyitva voltak, ott hagyhattam a gumit. És akkor mondták, hogy másnap reggel menjek ért, addigra vulkanizálják, tehát ezt kiszedik a csavart, és ugye a lyukat rendesen olvasztott gumival ez a vulkanizálás betömik, úgymond. Másnap vissza is mentem, és ugye természetesen kértem számlát róla, óriási összeg volt, 31 euró, tehát 3000 eurót akarnak tőlem javításért, és egy 31 eurós számlára cigánykodták azt, hogy én úgy mentem be a kocsival. Mert ha még azt mondtam volna, hogy vegyetek nekem egy új gumit, vagy írgumburgum akármi. De nem. Úgyhogy szépen írtam egy panaszos levelet a Mercedesnek, és elküldtem ezt a 31 eurót, hogy akkor ezt az összeget, meg egy bocsánatkérést várok. És tegnap fej volt az igazgató, és bocsánatot kértek, és mondták, hogy persze adja meg a számomat, kifizetik. Mondom, jó, de engem ez nem érdekel így telefonon, tehát írásban akarom látni ezt a dolgot. Írásban meg is volt az eredmény, megkaptam, és nagy meglőkönnyedéssel tapasztaltam, hogy írták, hogy diszkulpe, tehát, hogy oké, bocs. Mert közben felkatonázom a krumplit. Plusz még azt mondták, hogy természetesen akkor egy ingyenes kocsimosást felajánlanának, csak majd előtte szóljak már oda, mert akkor egyeztetni kell a helyszínnel, hogy akkor ezt ingyenesen tudják biztosítani, mert egyébként... tehát most nem tudom, hova az anyjába küldjem el a Mercit, értetek? Egy ilyen kocsimosás... Bármelyik benzinkúton, mit tudom én, 4 euró. És most felajánl nekem egy 4 euró értékű ingyenes kocsimosást egy ilyen komplett blamázsért, ami szerintem egy akkora szégyen az egész cégnek, hogy erre nem tudok mit mondani. Tehát gyakorlatilag a megalázásért való bocsánat kéréssel egy újabb megalázást csempésztek bele. Természetesen a benzin is többe kerülne 4 eurónál, hogy visszamenjek oda. De valaki azt írja, hogy tengervíz van a medencében, ha nem drága. Hogy az Istenben lenne tengervíz a medencébe? Hát az sós víz, ki a franc akarna sós vízben fürdeni? Tehát az teljesen szétmarná ugye a mindent, fürdőruhát, mindent, a bőrömet, mindent. Nem, rendes víz van benne. Nagyon drága. És ilyenkor hetente kell újra tölteni. Tehát ilyenkor, tehát van benne körülbelül, most teljesen eltértem a mercét, tehát gyorsan elmondom, hogy van benne körülbelül 50 ezer liter víz, és ez ilyenkor hetente kb. 10 centit tud apadni. Tehát annyit kell újra tölteni. Na, mit szóltok hozzá? Ez volt a tapasztalatom a Mercivel. Most egyelőre még nem válaszoltam erre a legutóbbi levélre, de azt fogom nekik mondani, hogy ember, hát ne egy ingyenes
ne egy ingyenes kocsimosást adjál nekem, hanem mit tudom én, minimum egy, adjatok egy S500-ast mondjuk egy tesztvezetésre, egy hétvégére, vagy valami érte. Tehát egy ilyesmit várnék. Majd rájuk szabadítom, megmondom nekik, hogy rájuk szabadítalak titeket, a követőket. Nézzétek meg annak a cégnek az oldalát, aki azt állítja, hogy én lyukas gumival viszem be a kocsimat, csak azért, hogy rájuk verhessek egy 31 eurós számlát, miközben ők 3000-et akarnak tőlem azért, hogy még a kipufogó csomagot is kicseréljék. Tehát ez körülbelül olyan, csak hogy értsétek a mi konyhai példában, mint azt mondanák, hogy hát elromlott a tűzhely, de az, hogy a tűzhelyet kicseréljék, le kell bontani a falat is, és újra felépíteni. És hozzáteszem, hogy ennek a cégnek, ez egy nagyon nagy cég, 4 Mercedes-szer szalonjuk is van a környéken, tehát a környező városokban is ők vannak. Na jó, hát... Ez van. Na kérem, a krumpli az kész, és én azt hiszem, hogy már az olaj is meleg. Na figyeljük, nézzük, hogy történjen a dolog, tehát... Most nem nagyon figyeltem a kommenteket, várjatok? Annyira feldühített megint, hogy így átéltem ezt a dolgot. Leitner Ici ezután is maradt hűséges hozzájuk. Hát természetesen soha többet nem megyek oda. Értették. És itt vagyunk a válság kellős közepén, az emberek, mindenkinek szüksége van a munkára, a cégeknek is. Ha nekik ennyi elveszíteni egy ügyfelet, akkor csesszék meg. Ennél szebben nem tudom megfogalmazni. Meg nem is akarom. Na kérem, itt van a rántott szelet, és akkor én szerintem azt fogom csinálni, hogy most már elég meleg az olaj ahhoz, hogy ezt be tudjam tenni. Fogom a kis kedvenc csipeszemet, eszni, és így lassan, óvatosan beleeresztem. Mit szóltok hozzá? Sikítsatok, hogyha nem javasoljátok. Bár már késő, mert már bele fogom tenni. Így. És akkor ezt most hány percig kell sütni vajon? Kisütöm az összes, nem fogom mindet megenni egyébként, de kisütöm az összest. Jutka Hajdú, mi jót főzöl? Én palacsintát csütöttem. Fú, dennék most palacsintát. Hát itt rántott hús lesz. Petezselmes krumplival hirtelen elfelejtettem. Várjátok, a krumplit közben leöntöm. Ebben a rendkívül jó új kerámia bevonatú lábosban, amit most vettem. Amúgy ezek nem olyan drágák szerintem, azt hiszem ez is valami 30 euró volt. Ez szerintem jó arra a célra, hogy mindenféle dolgot akár az ember süssön, főzön és nem tapad le benne. Legalábbis nem éljük, majd most mindenki próbálom. Jó, tehát a krumpli az itt lesz. Ajaj, a hús az már nagyon, ez már nem lesz jó, ezt már látom. Ez kicsit megégett. Na nem baj, azért van több szelet hús. Majd próbálkozom, amíg sikerül. Tehát szerintem még ennél nem kéne, hogy ennyire meleg legyen, igaz? Mert ott a széle megégett a közepén, mert még nem sül meg, úgyhogy még lejjebb esszük a... 7-esről levettem 5-ösre. Így jó? Mit szóltok? 5-ös? 5-ösön hagyom. Na, kell egy kis... fel kell vágnom a petrezselyimet. Meg kell egy kis zsír. Jól tartom a zsírt, nézzétek meg. Akkor a... Tehát teljesen tele van most, azt hiszem, a hűtő mindenféle dolgokkal. És a zsír az pedig valahol szokás szerint leghátul van elrejtve. Igen, valaki írta, hogy ő is uborkasalátával. Nekem nincs uborkasalátám, de van ilyen egyszeres uborka, ezzel fogom enni. Hát igen, ez már így lassan sülöget. Jó, hát a következő jobb lesz. És akkor szerintem kiveszek egy tányért, és akkor arra kigyűjtöm a húsokat, ami már megsült. Hát most mondjátok már ezt a kommentelőt is, aki azt írt, hogy kit érdekel a főzés, mikor éppen a világ bánatomat panaszolom el,
Hát menjen, nézzen TV2-t az, aki nem ér. Senki nem kényszerítek arra, hogy nézze ezt a műsort. Hát most komolyan. Nézze Berkit, ahogy elítélik a... Láttátok, hogy most volt ugye, hogy Berkit felfüggesztetre ugyan, de börtönbüntetésre ítélték egy ilyen büntetőfékezésért. Egy kis kanálzsír a krumpli alá. Már igaz, hogy a krumpli már benne van. És persze ezt is levesszük. Ezt is levesszük mondjuk hatosra. Hát az első adag az, kérem szépen, az szörnyű lett. Az első szelet húst, azt akár ki is dobhatom. Na képzeljétek el, most zsebikutya itt lenne, mi, hogy örülne neki, hogy kaphat egy szelet rántott húst. Na, most, hogy lazábra vettem, beteszem a következőt. Így. És akkor itt fogom felvágni a petrezselymet, hogy mindig azt mondjátok, hogy annyit beszélek, hogy közben odaég a kaja. Úgyhogy akkor most figyelek. Nem is tudom, mennyi petrezselyem kell. Talán ennyi? Még egy kicsit? Na, tegyünk még egy kicsit. Alapvetően szeretem sok petrezselyemmel. Csak előtte egy kicsit megsózzuk. Így. Alaposan teszünk rá egy kicsi, pici vegetát. Jaj, közben megfordítom a húst. Anyádba! Miért nem fordul ez meg? Csak szétnyomódik. Semmire nem való ez a lapát. Istenem, minden széthullik. Nem túl sokat, csak ennyit. Na nézzük. Látjátok, ez már azért jobb lesz. És a krumpli is. Az nagyon megégett, igen. Na most már ezt is tudom. Alacsonyabb hőfokon kell csinálni. És akkor beletesszük a csak egy nagyon picit keverem át, és aztán hagyjuk ezt itt párolódni és sülni egyszerre. Lehet, hogy egy kis vajjal kellett volna csinálni, nem is zsírral. Azt hiszem, még egy kis petrezselyem kelleni fog.
Jó. Hús, az is szép lassan sül, ez nagyon jó. Ezt rájöttem, hogy nem jó ötlet oda külön tenni ezt a csipeszt, mert tisztára összevajozok oda minden, de hát most már mindegy, így jártam. Opa! És akkor jöhet rá a fedő, amit hova tettem. Így nem lehet főzni. Ott hagytam az asztalon. Mindent ott hagyok az asztalon. Ennek most már jó színe lesz. Terezi a baksai, vedd ki a húst, mert már rég nem. Nagyon alacsony hőfokon van, szépen sülöget. Erika hivatót, én élvezem, amit csinálsz, és bár mindenki ilyen szókimondó lenne. Hát elhihetett, hogy amikor ott voltam a medicinén, akkor sokkal szókimondóbb voltam. Az ember van, hogy felhívtak utána, a marketinges részleg küldött egy figyelmeztető e-mailt nekik. Annyira hülyék voltak, hogy még azt is beidézték, azt a belső levelezésüket, amiben a marketinges felszólított, hogy hát van itt egy ügyfél, aki azt mondta, már persze megírtam nekik, mondom, az egész Facebookra felteszem, hogyha nem mit a hiányozna ez a 31 euró, de mondom. Na, nézzétek csak. Tehát még a belső levelezésüket is visszaküldték nekem. Tehát ha most megmérjük, akkor azt jelenti, hogy 164 fokos az olaj. Szerintem az jó. Látszik? 165 fokos körülbelül. A húsnak a felülete az 100, 104. Maga a kerámia lap, ha egy kicsit eltolom, ez egy kicsit melegebb, látjátok? Tehát az már olyan 250-260 fok körül. Szerintem ez így jó. Igen, stabilan 168. Jó lesz. Páfi Zsuzsa, a telefon nem jelzett, visszhangba hallom, kiléptem újra, de nem oké. Nem jó hang? Szerintem jó. Itt a mikrofon. Jaj. Most azt tudnám, már csak tudnám, hogy mennyire kell a zsírba vagy az olajba lennie a húsnak. Nagyon sokáig? Ja, és a rántott húst nem kellett volna megsózni, mielőtt beteszem? Vagy ezt majd utólag szokták? Hogy várja, mit tesznek rá? Borsot? Hogy szoktuk már ezt? Borsot teszünk rá, nem? Szerintem ez már jó lesz, én kiveszem és megkóstolom. Mit szóltok hozzá? Ez egy ilyen kicsi darab, vágjak belőle és megkóstoljam? Gold brown, 2-3 perc. Hú! Papírtörlőt tegyél a tányérra, amikor kiveszed a húst. Nagyon jó ötlet. Csordás Zoltánné. Ha nem lennél, én biztos elfelejtettem volna. Nem tudom ezzel mit csinálják ezzel az égett darabbal. Látjátok, nálam ez a veszteség, hogy veszek valamit, és akkor figyelembe kell venni, hogy abból hány százalékot fogok elrontani. Ezt már túlsütöttem. Na akkor még van két szelet, hogy ez jól sikerüljön. Tehát ez lesz az a két szelet, amit effektíve majd meg fogok enni. Tehát most étteremben lennénk, akkor azt mondanám, hogy ez megy majd a vendégnek. A bunda jónak tűnik, nem válik le, jól átsült, a hús állaga is jónak tűnik, kicsit az alja jobban megégett, mint a teteje. Úristen, de jó dolog főzni. Nagyon jó.
Igen, hogy egy kicsit jobban alá... Amúgy nem kell, semmi. Tehát ez teljesen jól meg van sózva, fűszerezve. Látjátok, ez az egy előnye, hogyha... Hogyha így veszi az ember már készen. Úgy látom, hogy a krumpli az elkezdett... Hát kicsit így gyöngyözik a teteje. Nem akarom kinyitni, de szerintem ez így jó lesz, igaz? Na most a krumplit ezt meddig kell vajon sütni? Szabolcs, Ciriák, azt a sültebb húsit dobd ide, az asszony így szereti. Na figyelj, nyisd ki az ablakot, kapcs Ford, megy. Mint a Mézga család kalandjaiba. Fénypostával küldöm. Most megint megpróbálkozom azzal, hogy megfordítom a húst, csak ez még nagyon lágy. Jaj, de szép lesz. Úristen, de jól néz ki. Hát ez, na ez, látjátok, ez már éttermi minőség. Ez már éttermi minőség lesz, ez már nagyon szép lesz. És hozzá petezsem, és komplén olyan éhes vagyok, hogy én már csak nyerdekelni tudok. Na és a mai innivalónk. Szóval azért voltam eltűnve az elmúlt 2-3 napban, nem túl sok. Ó, kifagyott. Talán egy korty még van benne. Igen, ez ilyen... Látjátok, ilyen fehér. Grapefruit-té. Hidegen nagyon finom, és egyébként meg fogyaszt is szerintem. Szóval két dolgot találtam ki. Az egyik az, hogy elképzelhető, hogy nem is az a fajta olajfolyása van a kocsinak. Ugye az a baj, hogy így a V-blokk, tehát ahogy így van, meg így van, tehát a V-alak, közepén van ez az olajhűtő, pont középre tették, és ezen egy csomó dolog van még, tehát azt mind le kell bontani. Nem nehéz megcsinálni, csak időigényes. Azt hiszem, hogy az eredeti 2200 eurós árajánlatból 998 euró volt csak a munkadíj. Plusz áfa. Tehát kb. Olyan 1200. Tehát a 2200-ból kb. Olyan 1200 volt a munkadíj. A többi megmondom, ilyen hülyeségek, hogy 200 euró az olajteknő, ami egy darab fém, 400 euró darabja, tehát 800 euró a kipufogócsónk, ami egy darab öntvény, tehát ezek nem tudnak elromlani. És akkor megpróbálta nekem bemagyarázni, hogy de mondom, még akkor is, hogyha fúrnak bele egy csavart vagy valami, akkor azt miért nem lehet visszatenni? Azt mondja, mert belül a kipufogó csomag, jó figyeljetek, most mondom a lényeget, és hozott nekem két kipufogó csomagot a műhelyből. Ez egy orosz volt egyébként. Hozott két kipufogó csomagot a műhelyből, és megpróbálta nekem elmagyarázni, hogy ebbe belül kis részecskék maradhatnak. Amit ha a turbó felszippant, akkor az a lapátokat tönkre teszi. Ugye a turbóban vannak ilyen kis lapátok. Mondom, ember, hagyjál már ez a hülyeséggel, ennyi pénzért vehetnék egy új motort. Amihez hozzáértek, abból ti mindből újat tesztek be? Az oké, hogy ez egy prémium autó meg minden, de mégiscsak egy használt autó, nem új. Nem akarok új motort venni bele, meg nem akarok minden... Na, és akkor itt egy kicsit... Már elment a kedvem a további beszélgetéstől, és ugye ezután adták át még lyukas gumival a kocsimat, tehát akkor már minden. Na jó, tehát ugye ez még nem biztos, hogy ott szivárok, és akkor gondoltam először, hogy csinálok én egy olajcserét. Tehát leszerelem én az olajteknőt, lehetőleg megfordítom majd a húst. Leszerelem én az olajteknőt, megcsinálom a szigetelést. Ezzel a speciális szigetelő hőpasztával. Teljes olajcsere, rendeltem levegőszűrőt. Carbon pollen filtert, tehát ugye ez az aktív szenes pollen szűrő, ami azt jelenti, hogy ha kint véletlenül tehénfing szag terjengene a levegőbe, akkor sem kell belső levegésre kapcsolni, mert ez a kocsi mindent kiszűr. Üzemanyag szűrőt, olajszűrőt, nyilván ezeket a szokásosokat, tehát megcsinálok egy komplett nagy szervizt én itthon. Ja, csak hogy hozzáteszem, ebbe a kocsiban 8,5 liter olaj kell, miután ezek hozzáadták az olajat, a 8,5 liter olaj került 210 euróba a Mercinél. Én a netről megrendeltem, Castrolt rendeltem, én a Castrol Edge-et szoktam, ugye szerintem az az egyik legjobb olaj, a Castrol, mondjuk a Shell is nagyon jó. 100 euróba került 9 liter, tehát én 200-ért mindent megvettem, és a legjobb, én mindig a legjobb márkákat szoktam menni, tehát szűrőkben mindig a Manfiltert veszem. Most azért mondom, hogyha férfiak nézik ezt a műsort, akkor ugye tudjátok, hogy a Manfilter az a legjobb német minőség. Tehát még néhány dologból még a Mercedes gyár is a Manfiltereket teszi be. A krumplit főzöd vagy sütöd? Hát mit tudom én? Feltettem, aztán úgy meleg van alatta. Az most fő vagy sűv, vagy minek számít? Mind a kettő. Értitek? Tehát én ezt most megcsinálom, és nézzétek csak. Így néz ki a tömítőpaszta. Ez egy szilikonos tömítőpaszta. Ez nekem volt itthon egyébként tök véletlenül, egy másügyből kifolyólag. Mint látjátok, plusz 350 fokig működik. A
Heat rezisztencia egyébként mínusz 73-tól plusz 350 fokig. És itt, ahogy látjátok, ez ilyen mindenféle, ez például mondjuk egy turbó, ez lehet a kipufogó csonknak ugye az egyik kivezetése, ez meg az olajteknő, így néz ki. Na most ezeket egyszerűen csak körbe kell kenni, felnyomja az ember 24 óra, amíg megszilárdul, és utána a hőhatására ez természetesen teljesen fog rendesen zárni. Na most, ha még ezután is szivárog az olaj, és tényleg onnan középről szivárog, akkor én már megnéztem az interneten. Ugye az a lényeg, hogy miután a motornál mindent kiszerel az ember, többek között a levegőbe ömlőt is, a turbót is, meg mindent, ezekhez mindhez van tömítés. Tehát nem csak azt a két kis olajtömítést kell kicsinálni, hanem ilyenkor az ember már nem rakja vissza a régi tömítéseket, nehogy az legyen, hogy na most megmozgattam, akkor meg ezt szivárog, ilyenkor már mindent kicserélünk. Tehát a teljes tömítésszett, én már megnéztem az interneten, ilyen 100-200 euró között van. Attól függ, hogy tényleg mi van benne. Az olajhűtő teljes egészében két tömítéssel együtt 50 euró, amit nekem 300-ért akart eladni a Merci. Tehát ha megveszem 200 euróért, most a drágább árat mondtam, az összes szettet, amiben minden tömítés benne van, és én megcsinálom a munkát, akkor belekerült nekem ebbe a 200 euróba, plusz még a 200 euróért ugye a teljes szerviz, amit megcsinál. Tehát 400 euróba fog belekerülni, és minden új lesz. Nem 3000-be. Csak persze az ember kényelmes. Szívesen mondanám azt, hogy a francnak sem sincs kedve már. Ugye olyat már nem nagyon csinálok, hogy így alámászok a kocsinak vagy valami, de ezt teljes egészében felülről kell csinálni. Kivéve az olajat, amit leengedek alul, de az nem nagy. Nem még oda husi, nézem, nem kell. Nem még oda husi, nézzétek meg, nagyon szépen pirult. Tehát ahhoz képest, ami megvan égve, ahhoz képest, ami nagyon jó színe van. És akkor mostan az utolsó. Úgyhogy ennyi. Persze a Mercedesnél felszámítottak nekem körülbelül olyan 14-16 óra munkadíjat. 78 eurós óradíjjal, tehát így jött ki az 1000 euró munkadíjra. Úgyhogy lehet, hogy ez nekem lesz, mit tudom én, mondjuk 30 óra. De hát kit érdekel, hétvégén nekiállok, mondjuk pénteken, aztán lehet, hogy csak hétfőre lesz kész. De hát most mit bánom én? Ilyenkor úgyis főleg motorral járok. Ugye bárhova el kell menni, azért el tudok menni. Na tessék, kivettem a húst, és akkor most jön az utolsó. Majd mindjárt ránézünk a krumplira, mert arra el kéne, hogy mondjátok, hogy mit csináljak vele. Úgyhogy tulajdonképpen most arra várok, hogy megérkezzenek ezek a dolgok. Hát a gumikat is Németországból szoktam rendelni, mert ugye cégként úgy megkapom áfa nélkül. Ezek is valahonnan messziről jönnek, de tehát ez nem olyan, mint az Amazon, hogy másnapra itt van. Páfi Zsuzsa Laura, sikerült, de lemaradtam, újra fogom nézni. Sziasztok, a húsra vigyázzatok. Hát már az utolsót teszem be. Lehet, hogy akkor nagyon lemaradtál. Szóval csak biztatok mindenkit. Éva Horváth, az első sütés a húsinál fedő alatt szoktam sütni, 4-5 percig sütni, megfordítod, aztán fedő nélkül. A krumpli alá kevés víz jó lenne, úgy hamarabb puhul. Húha, ezt jókor mondtad. Aha, jó. Egész jól néz ki, akkor teszek rá egy kis vizet, jó, hogy mondtad. Mondjuk egy ilyen kis kupicányit, jó? És fedő alatt puhítjuk tovább. Szóval készüljetek úgy, hogy ha megjönnek a cuccok, akkor nők réme, autószerelős videó jön. Vagy nem. Lehet, hogy fejlegesítés felgyújtom az egészet. Most mivel kifogyott az első adag, ezért a második adag már répalé lesz. Elképesztő meleg van, a klíma teljes erővel megy, és így tud csinálni körülbelül 26 fokot idebent. Mellettük odakint a hőmérő árnyékban van, tehát az nem releváns. Igen, csak 25 fokot mutat, de a napon egyszerűen meg lehet sülni. 45 fokos hőségriasztást adta ki most a régióra, az elkövetkezendő napokra. Nem volt még ennyi. Tehát a legmelegebb, amire emlékszem, akkor még Beniszában laktam, nem itt, akkor volt 40 fok. És az a 40 fok, azt úgy kell elképzelni,
Őközben a szomszédság megszaporodott. Most van 3 nő, meg 1 férfi. Ez micsoda felosztás? Ezek azok, akik egyszer itt voltak az S500-asra. Most kinéznék, lehet megint itt lenne az S500-as. Na mindegy. Szóval az a 40 fok az úgy nézett ki benne számára, hogy az ember kinyitotta az ablakot, és olyan, mintha egy szaunának az ajtaját nyitottam volna ki. Tehát elképesztő meleg és páratartalmi. Na most itt tegnap vagy tegnap előtt, nem is tudom, csak 39 fok volt eddig. Kavard meg a krumplit, és kell még hozzá víz, valaki írja. Tehát itt még csak 39 fok volt eddig, de ha tényleg bejön ez a 45 fokos nyavaja, hát akkor itt akkor itt élő ember nem fog kimozdulni. Tehát akkor nem most lesz kocsiszerelés, meg akkor csak úgy lesz kocsiszerelés nyilván, hogy az idő egy részében, mit tudom én, mondjuk csak este 7 után, tehát akkor ugye kb. Ilyen 9-ig világos van, akkor csak ilyen napi 2 óra hosszánként, akkor lehet, hogy tovább fog tartani. Miért kell erre még víz? Nagyon szépen rotyog, nem teszek rá vizet. Nézd rá kajára, sül. Tudni, Borsodi Katalin, kicsit le vagyok maradva. Milyen hús is ül ebben a rengeteg olajban? Mi az, hogy rengeteg? Hát el kell, hogy lepje. Nekem azt mondták egyszer, hogy el kell, hogy lepje. És ráadásul látjátok, nem is nagyon lepi el. Tehát igazán csak úgy, ez nem rengeteg olaj szerintem. Van egy fritőzöm, de tönkrement. Tehát amúgy abba akartam volna csinálni, tudjátok, ilyen kiemelhető ízével sokkal könnyebb lenne, de a fritőző az úgy kb. 3 hónapja nem működik, és azóta gondolkozom rajta, hogy most akkor megcsináljam, vagy vegyek újat. 70 valahány euró volt a fritőz, nem olyan drága, de ha csak annyi a baja, hogy mit tudom én, fogalmam sincs mi, mi lehet a baj, amit meg tudok csinálni egy fritőzőn? Hát egy fémszál a melegítő, ennyi, max. Egy biztos idég ment ki benne, hogyha nem az a kuka. Na mindegy, 3 hónapja nem csináltam. Húshoz mennyi olaj kell? Mit tudom én? Hát most mondtam, hogy amennyit így ellepi szinte. Jutka Hajdú, annyit kérnek, amennyit nem szégyennek, pláne nem ért hozzá az ember. És ugye igen, ez dühített engem is leginkább, hogy amíg én ott vártam, legalább 2-3 ember még bement, őket nem húzták le ennyivel, csak ilyen 5-600 eurókkal. A másik ilyen eset volt, ugye ez egy 4-kerék meghajtású autó, és az első tengely és a hátsó tengely között van egy kardán tengely, tehát az első tengely, meg a hátsó tengely között van egy hosszanti tengely, ami hátra viszi a meghajtást. Na most ez nem simán egyszerűen hátra megy a meghajtás, hanem van egy speciális, hát majdnem olyasmi, mint egy váltóház, egy kis transfer case, úgy hívják, tehát egy áttétel valami, ami egy lánchajtással működik. Most ez egy nagyon-nagyon erős lánc, és ennek ellenére mégis megnyúlt. Tehát néha egy gyorsításkor kerregő hangot adott, ahogy a lánc átugrott egy fokot. Na most ez egy elképesztően idegesítő hiba, túl sok problémával nem jár, de amikor bementem a Mercihez, ugyanígy ezzel a problémával, 4000 eurós javítási számlát ajánlottak, mondván, hogy ők kicserélik a teljes transferkészt. Úgy akkor is elkezdtem az interneten kutatni, kiderült, hogy csak a lánc szokott ebben megnyúlni, x kilométer után, tehát valószínűleg még az előző tulaj nem cserélte ki, vagy ez volt az első eset, hogy cserélni kellett. Plusz még esetleg a csapágyakat. Tehát ugye 4 csapágy van, 2 a hátulra menő tengelynél, 2 pedig az előre menő tengelynél. Ugye ez úgy néz ki, hogy nem egyetlen hosszú. Tehát úgy néz ki, megmutatom nektek, körülbelül így. Tehát ez az előre menő tengely, ez a hátra menő tengely, és akkor ez pedig a transferkész. És akkor gyakorlatilag ezt a kettőt köti össze keresztbe egy lánc. Tehát amikor ez forog, akkor ez is forog. Ugye? Tehát a motor elő van, ez megkapja a hajtást, a lánc pedig átadja a hátrahajtást, ilyen egyszerű szerkezet. És ugye ez a transferkész az, ami belül volt, és ez így a két tengely az úgy beleér. Na most megrendeltem a láncot és a 4 csapágyat, én azt hiszem valami 200 euró volt, meg valami, én nem is tudom már mennyit fizettem. Talán 500-at, vagy 400-at egy szerelőnek, hogy megcsinálja. Az is sok munka volt, tehát ilyen több órás munka. Tehát kijött nekem az egész, mit tudom én, mondjuk ilyen, azt hiszem 700 euróból, és meg volt egy nap alatt, nem 4000. Tökéletesen működik azóta is, és természetesen utána, hát én panaszt tettem a kereskedőnél, hát mondom, ezt a kocsit egy éve vettem, hát még
ez nem mehet tönkre ennyi idő alatt, ezt már eleve így adtad el nekem, kerregve. És amúgy tényleg az első nap is hallottam egy kis kerregést, és akkor elmentem a Mercihez, szerencsére volt egy papírom, hogy ott voltam, és akkor ezt ellenőrizték, de akkor még nem mondtak semmit, hanem sokkal később. Na mindegy, a lényeg az, hogy ebből a kereskedőből, aki nem a Merci kereskedő, hanem egy sima spanyol használt autó kereskedő, csak ilyen prémium autókat árul, tehát fú, milyen, most voltam nála, megint megnéztem egy X5-ös BMW-t, meg gondoltam lecserélni meg kocsit, de nem tudtunk az árban megegyezni, egy gyönyörű bézs belsős X5-ös, ez az újabb modell. Na mindegy, 700 eurót kibeszéltem belőle. Tehát visszaadott 700 eurót a kocsi árából. Úgyhogy ez a javítás, ez ingyenben volt. De ilyenek. 4000 eurós javítást megcsináltattam 700-ban. Most meglátjuk, hogy a 3000 eurós javítást mennyiből fogom tudni megcsinálni. És ez dühít. Engem is, igen. Hogy szerencsétlen emberek, hát ugye itt főleg, tehát tudjátok, itt főleg külföldi nyugdíjasok élnek, akik még csak nem is beszélik a nyelvet, teljesen ki vannak szolgáltatva. És lehet, hogy pont ezért van az, hogy még gondoltam egyébként arra, hogy elküldöm egy másik Merci márka szervizbe, hogy megkérdezem máshol is, vagy az is lehet, hogy elküldöm a Mercedes Espanyának, tehát a spanyolországi hivatalos Mercedes disztribútornak, hogy nézzenek már rá, hogy ez normális, hogy egy ilyen ajánlatot kapok. Kész a húsi, nagyon jól néz ki, most már csak a krumplira kell várni. Nem, valaki azt írja, hogy nem hozzáadott cukorra vannak ezek a gyümölcslevek. Nem, egyikben sincs hozzáadott cukor. Semmi cukor nincs bennük, tehát ezek a legkisebb cukortartalmúak. Hát amennyire meg tudom ugye ítélni. Most amíg a krumpli még egy kicsit sül, addig megmutatom nektek, hogy mindegyikre nagybetűvel rá van írva, hogy sin azucares añadidos, minden egyes oldalára, látjátok? Tehát akárhogy forgatom, mindenhol nagybetűkkel rá van írva, hogy nincs hozzáadott cukor benne. Persze, ti nem jól látjátok, de majd most átfordítom, akkor így már nem tükrözve lesz. Ott van, hogy 17 kalóriát tartalmaz, A, C és E vitamin van benne, és itt amikor oldalt nézem a kis táblát, azt szoktam nézni, hogy mennyi szénhidrát van benne. Látjátok? 3,6 g, tehát ez a legkevesebb, amit meg tudok venni. A répaleves az egy kicsit több, szintén nincs benne hozzáadott cukor, de ebbe 4,5 a szénhidrát, és abból 4 a cukor. De ugye ez nem a hozzáadott cukor, hanem ebbe van répa, citrom, narancs és mandarin. Ez 22 kalória, ez egy kicsit több, mint a pomelo. A pomelo az csak 17. És azért iszom ilyesmit, mert az én ízérzékelésem ugye már teljesen átalakult, hasonlóan azokhoz, akik már régóta itt vannak. Otthon Magyarországon már nem tudok megenni tényleg egy sütit, mert annyira édesnek érzek mindent, itt ugye teljesen elszoktam. Viszont cserébe elkezdtem érezni az ízeket a salátának, a halaknak, ugye itt nem nagyon sóznak meg semmit, tehát általában a halakat is sózás nélkül adják oda az étterembe, és akkor így elkezdtem érezni az ízeket, úgyhogy már én sem tudok olyan nagyon cukros dolgokat. Csiba, Marika, én biztos nem hagynám ezt a magas árat. Hát én hagytam, szó szerint, tehát ha rájuk hagytam, menjenek a picsába. Az a baj, hogy mindig van egy ilyen szabadságharcos énem, aki azt mondja, hogy jó, de másokat is meg kell mentenem ettől. Tehát legalább egy Facebook posztot megérdemelne az, hogy emberek, azért nézzetek már oda, hogy ez minden. Jó, persze, vannak általánosítások, mindenki tudja, hogy a márkaszerviz drágább. De mondom, a 4000 eurós javítást 700-ból csináltam meg, ezt a 3000-es most lehet, hogy meg fogom tudni, most még nem tudom, majd meglátjuk. Tehát egyenlőre 200-nál tartok, amit eddig elköltöttem a megrendelt dolgokra, de ugye ez a 200 euró elköltése, ez nem a javításra megy, hanem ez a szokásos szerviz, amit amúgy is meg kéne csinálni a kocsinak. Csak majd meglátjuk, hogy ezután is fennáll-e az olajszivárgás, mert ha nem, akkor ennyi volt. Mert ugye ezt ők se tudták ezért a 3000 euróért 100%-ban megmondani, hogy azért a baja. Szerintem a krumpli már megfőtt, csak még nem sült meg. Úgyhogy most már sütni kéne. Igen. Nagyon jó puha a krumpli. Ú, de jó. Úristen, de finom. Aj, de jó. És akkor szerintem most leveszem a fedőt, hogy most elkezdjen sülni. Mit szóltok ehhez? Valaki írja be, hogy ez jó ötlete, kicsit feljebb is veszem, hogy piruljon. Ha!
Kicsit meleg. Krumpli körülbelül jó lesz. Kóstolj meg a krumplit, lehet, hogy már jó, igen. Puha, de mondom még egy kicsit. Józsefné szakos a krumpliról, ha leveszed a fedőt, a felesleges pár eltávozik. Én is így gondoltam. Most levettem a fedőt, és egy kicsit most akarom pirítani. Nem nagyon kavargatom, hogy nehogy összetörjön a krumpli. Csak egy kicsit így megmozgatom az alját, mert úgy látom, hogy az alja az már kezd pirulni. Nézzétek! Nem tudom egy kézzel fogni és a kamerát megkavarni is, de azért megpróbálkozom a lehetetlennel. Tehát itt már látszanak a pirulás jelei, ott meg ott. És akkor most egy kicsit szerintem így feljebb vettem 6-osról 8-osra, és egy kicsit pirítjuk az alját. Szerintem 1-2 perc és ehetek. Csiba Marika, sült krumplit akarsz, akkor Petrus, nem kellett volna rá, nem akarok sült krumplit. Csak egy kicsit így át kell sütni. Nátok nem úgy szokták csinálni? Mindig így szoktuk csinálni. Na és akkor, várjatok, akkor beszéljük meg a részleteket. Tehát van 4 szelet hús, egyet odaégettem, egy egész jó lett, 2 jó. Szerintem én nekiindulok 2 szelet hússal, az összes krumplival, 4 uborkával, és 1 liter répaléval. Répalével, valamivel. És aztán meglátjuk, meddig jutunk. De jóisten, ezután még vettem 1 kiló cseresznyét, még azt is meg kellene majd hozzá. Ugye petrezselyen meg fog égni. Ajaj! Nem ég. Pirulgat, szerintem. És várom, hogy a pára eltávozzon. Távozz pára! Távozz tőlem párám! Milyen hülyeségeket tudok mondani. Gabriella Florián, szerintem itt sokkal édesebbek a sütik, és sok sütemény alsó lapja pluszban egy cukorciropos nyakonöntést kap. Fura és nem legjobb ez az átázott piskola, ez az ázott alsó piskót alap. Hát, ha emlékszel, ugye Magyarországon van az a süti, amit úgy hívunk, hogy női szeszély. Olyasmi, mint a krémes, tehát ugye 2 lap közé ilyen rendkívül édes hab van lényegében beletöltve. Na most te biztosan tudod, hogy Spanyolországban van ilyen merenge, ami ugyanaz, csak sokkal nagyobb, tehát ekkora egy kocka. Na az olyan, hogy szerintem abban a cukor mellé nem tudom még mit tudtak beletenni, mert az masszívan egy cukor valami, és szörnyű. Tehát azon kívül, hogy egy kiló cukrot megeszik az ember, semmi más. Tehát ilyen, tehát amit Magyarországon hozzászoktunk, hogy a krémes is egy kicsit azért tesznek bele, de tehát mindennek van íze. A francia krémesnek és a hagyományos házi krémesnek teljesen más íze van, igaz? Na most ennél a merengénél nem tudsz semmit eldönteni egy akkora cukorban. Egyszer kóstoltam meg, annyi. Na látjátok, vannak ilyen kis pirulásai a krumplinak, amit én szeretek. Olyan. Tehát nálunk így szokott kinézni a petrezselymes krumpli, hogy egy ilyen kis, nagyon pici, picit megpirul az alja. Gold brown, de 1 decire van kiírva a szénhidrát, egy egész dobozban nyilván több. Hát persze, hát tudom, 100 ml-re van megadva az adat. Na de mindent úgy hasonlítok. Tehát minden vagy 100 g-ra, vagy 100 ml-re van megadva. Tehát mindenhol, minden terméken, úgy, mint ahogy a kilónkénti árat is ugye feltüntetik. Tehát nem azt nézem, hogy ez most 2,93-ba került, hanem hogy mi a kilónkénti ár, és akkor ahhoz hasonlítom a többi húshoz képest. Itt is ahhoz hasonlítom. Hát lényegében 10 alatt próbálok tartani mindent. Tehát mit tudom én, egy kenyér, az 65 szénhidrát szempontjából. Tehát nem nagyon eszek kenyeret. Van, amit még szeretek, és ritkán eszek olyat reggelire. Ugye ez is nagyon sok, hát ez valami bődületes, ebbe is van 65, és abban 32 a cukor. De hát néha kell olyasmit is enni, amit az ember szeret.
Van ugyanez műzlisbe, ami ilyen diós magyarós. Az csak 58 és 17,4 belőle a cukor. Tehát valamivel jobb, de azért ez is elég sok. Úgyhogy a fogyáshoz a szénhidrátot akarom csökkenteni. Na kész, szerintem ezzel jók vagyunk. Előveszem a tányért, és kiszedem a krumplit. Mehetünk enni. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az első főzés, amikor ténylegesen is kész lettem. És meg tudjátok nézni, ahogy megkóstolom. Mutatom a kész terméket. Egy pillanat csak. És hozok még szalvétát hozzá. Kell egy kis szalvétka, meg a mondjuk viborka. És akkor meglátjátok, hogy milyen házi sült hús, rántott húst enni. Nem tudok beszélni, már csak arra koncentrálok, hogy enni. Mennyit mondtam? 4 uborkát? Hajlandó vagyok lecsökkenteni az adagomat 3-ra. Vagy az uborka nem hízlal? Szakálka. Ivólé. Az utolsó megmaradt műanyag poharam egyikébe, mert ugye ezután már nincsen. És akkor most jöhet a látvány. Szerintem egész jó lett, nem? Nagyon jó lett, jó étvágyat kívánok, hú, de éhes lettem. Na figyeljetek el, még csak most jön a lényeg. Még csak most lesztek majd éhesek, amikor én elkezdek enni. Elmutatom én, hogy kell enni. Rántott húst. De egy kicsit más a fűszerezés a Plaisdinek. Van rajta valami, fűszer, nem tudom mi, talán valami zöld fűszer, nem tudom kitalálni, hogy mi. De nem ilyen magyaros, tehát nem kapor, nem... talán oregano, vagy valami. Tehát van egy kis ilyen fura íze. Lehet, hogy egy kis bors kéne rá. Fantasztikus. Nagyon jó. Már ennyit. Sikerült 59 perc alatt, tehát pontosan egy órán belül megcsinálom a főzést és a beszédet is, és még ettem is. Ez már egy sikeres nap. Mi lesz? Ja, beharangozó péntekre. Egy ideje erőteljesebben figyelem a kriptodevizák piacát, és ez egy kicsit bonyolultabb, de ugye többféle számlanyitási akción, meg átutalásokon, meg mindenen keresztül egy kis beruházást is eszközöltem az elmúlt napokban. Most olyan a Szilvia Magyaródia kap.
elment az internet. Tehát kiírta itt nekem, hogy gyenge internet kapcsolat miatt megszakad vagy valami, úgyhogy átváltottam gyorsan mobil internetet, tehát gyorsan még befejezem. A kapor mióta magyaros? Azóta, amióta itt nem használunk kaporot, otthon meg igen, úgyhogy nekem az magyaros. És arra gondoltam, hogy akkor a, tehát a kriptópénzekre visszatérve, hogy akkor a pénteki élőműsor szólhatna erről, egy kicsit így beszélgetünk a kriptodevizákról. Biztos sokakat érdekel, hogy mi a Bitcoin, mi az Ethereum, stb. Tehát, hogy ezek mire jók. És hát befektetési szempontból is, hogy mit lehet ezekkel kezdeni. Na most befektetési tanácsot nem fogok adni, csak elmondom, hogy mire érdemes odafigyelni, mert ugye mindenki saját maga felelős a saját pénzért. Mára ennyi, és akkor pénteken találkozunk. Lehet, hogy közben lesz még videó. Sziasztok!